Máté evangéliuma, 8. fejezet. Jézus bélpoklost gyógyít. Mikor leszállott fala a hegyről, nagy sokaság követi őt. És imé eljövén egy bélpoklos leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleti őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondanék Jézus: Meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonságul nékik. Ez látszólag egy nagyon egyszerű kis történet, egy Jézus csodái közül, de viszont, mint minden történetnek a Bibliában, főképp az evangéliumokban, nagyon nagy tanulságai vannak. És nem csupán Jézustól tanulhatunk ebben a történetben, hanem tanulhatunk a bélpoklostól is. Mert Jézus tulajdonképpen azt csinálta, amit mindig is csinált. Azt cselekedte, amit mindig is cselekedett. Akik hozzámentek, meggyógyította őket, megvigasztalta őket. Adott nekik igazi reménységet. Beléjük lehelte az élet igéjét, és sokan megelevenedtek tőle, úgy fizikailag, mint lelkileg. És Jézus itt is ezt cselekedte, bemutatta azt, hogy ha valaki hozzáfordul tisztulásért, ő nem utasítja el azt a személyt. Persze akkor a személy egyértelműen fel kell vállalja azt, hogy én hozzád fordultam, nem Jóska bácsihoz mentem, nem a híres kuruzslóhoz mentem, nem a természetgyógyászhoz mentem, nem kemoterápiára mentem, hanem én hozzád fordulok, én téged választalak. A bélpoklos, vagyis a poklos, ugye a leprás gyakorlatilag, óriási tanítást hordoz számunkra. Az ő jelleme, az, hogy ő leborult Jézus előtt, és kijelentette azt, hogy ha akarod, megtisztíthatsz. Hogyan jelentheti ki valaki egy másik személyre azt, hogy ha akarod, megtisztíthatsz? Úgy, drága barátaim, hogy látja annak az embernek a hatalmát, az erejét, a tisztaságát. A bélpoklos meglátta Istennek az életről szóló kijelentését Jézusban. Ő meglátta azt, és odament hozzá, és kijelentette, hogy igen, te vagy az, aki ha akarsz, megtisztíthatsz engem. És leborult előtte, megalázta magát a szó legjobb értelmében. Megalázta magát Isten, a föld és az ég teremtője, kijelentése előtt. Leborult előtte, és belátta, hogy ő az, te vagy az, aki ha akarsz, engemet megtisztíthatsz, mert neked megadatott a hatalom erre. Mert te vagy az út, az igazság és az élet. A bélpoklos meglátta ezt, a leprás meglátta ezt. Drága barátaim, a mai világban egyre kevesebben látják meg azt, amit a bélpoklos meglátott. A legtöbb ember
Nagyon sokan nem akarják bevallani azt, hogy betegek. Nagyon sokat arra biztatnak az embertársaik, a rokonok, a barátok, az úgynevezett barátok. Jaj, te nem vagy beteg, ne gondolj arra. És akkor meggyógyulsz, ugye, vagy nem is tudom, miket mondanak, mert sok érdekesét mondtak édesapámnak is, amikor haldoklott. Tehát a barátok, a rokonok, jó hiszeműen ugyan nem akarok senkire sem neheztelni, jó szándékkal tettek óriási gonoszságokat édesapámmal. Elhitették vele, próbálták vele elhitetni, hogy ő nem beteg. Elterelni a figyelmét a betegségéről. Az az ember, aki nem látta be, hogy beteg, hogy gyógyulhatna meg, drága barátaim. És a mai világ, a világ szelleme arra programoz mindenkit, hogy ne is szembesüljön az ő betegségével, az ő lelki nyomorúságával, a fizikai betegségeivel, ne nézzen szembe. És aki nem fog szembenézni az ő betegségeivel, az ő erőtlenségeivel, nincs ahogy meggyógyuljon. Aki nem akarja konstatálni magában, hogy problémák vannak velem, fáj a hátam, vagy békétlen vagyok, fáj a lelkem, szomorú vagyok, hogyan nyerhetne vigasztalást? Igaz vigasztalást, bármilyenféle vigasztalást. Régebb a betegséget nem úgy nevezték, hogy betegség, hanem úgy, hogy tisztátalanság. Nem volt régebb olyan, hogy valaki megbetegedett és vitték neki az ananász kompótot, meg a videófilmeket, amivel elterelti még jobban a figyelmét a betegségéről. Régebb, ha valaki beteg volt, úgy hívták, hogy tisztátalan. Az ilyen szemét kivitték a közösségből, kényszerbődbe helyezték 2-3 hétre. Nem azt mondták, hogy beteg, hanem azt, hogy tisztátalan. Egyértelműen tudták, hogy a betegség forrása a bűn. Mi a bűn? Az életellenes gondolkodás, cselekedet, az a bűn, amikor az ember letér az élet útjáról. És akkor ugye, amikor valaki eltért az élet útjáról, eltávolodik az élettől, nyilván megbetegszik, később meghal, meggyengül, meghal. Amikor az embert kivitték a közösségen kívül, ugye, valahova, egy ilyen kényszerbőjtbe helyezték, neki 2-3 héten keresztül volt alkalma a bőjtre, a csendre, arra, hogy szembesüljön azzal, hogy ő mit csinált rosszul, hol tért ő el az élet útjáról, hol vétette el a célt, hol vétkezett, hol volt ő bűnös. És aki meglátta a bűneit, az életellenes cselekedeteit és döntéseit, az meggyógyult, automatikusan Istennek az irgalma őt meggyógyította már akkor is. Visszament a közösségbe, a pap megvizsgált, azt mondta, hogy meg van tisztulva, feláldozta ő a legszebb állatot annak azért, hogy ne felejtse el, ugye, hogy ő hogyan tért le az élet útjáról is, mi volt annak a következménye, hogy elkezdett haldokolni, ugye? És tisztának volt nyilvánítva, nem meggyógyultnak, hanem megtisztultnak. A bélpoklos azt mondta Jézusnak, hogy ha akarod, ha akarsz, megtisztíthatsz engem. Tehát a bélpoklos először is belátta, hogy tisztátalan. Belátta, hogy ő bűnös, hogy ő elvétette a célt, letért az élet útjáról, eltávolodott az élet útjától, és ezért vált ő tisztátalanná, poklossá, leprássá. És amikor meglátta a tisztaságot, az életnek a forrását Jézus személyében oda ment hozzá, és azt mondta, igen, te vagy az, ha akarsz, te engemet megtisztíthatsz. És az irgalomnak a megtestesítője azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Nem volt szükség másra, nem volt szükség tyúkra, bárányra, pénzre, borítékra, nem volt szükség az ég adta világon semmire.
hanem az irgalomnak a megtestesítője Jézus azt mondta, hogy igen, akarom, hogy tisztuljál meg, erre vártam, hogy végre belásd, hogy tévedtél, mert aki nem látja be, hogy tévedett, elvitette a célt, bűnben élt, életellenes gondolkodásban élt, nincs ahogy megtisztuljon. Csak annyira volt szükségem, hogy belásd, hogy tévedtél, és amikor odajöttél hozzám, megkaptad az életvizét ajándékba, a gyógyírt ajándékba, mert beláttad, hogy letértél az élet útjáról, és én vagyok az út, és ha rám nézel, akkor élni fogsz, és élt a bélpoklos. Óriási nagy tanulság van ebben, drága barátaim. A bélpoklostól tanulhatunk mi, a betegek, akik úgy betegeskedünk, hogy nem is tudunk róla, mert takargatjuk, folyton kenegetjük magunkat valamivel. Szedjük a pirulákat, a zsibbasztókat, a vitaminokat, a tóningszereket, hogy eltereljük a figyelmünket arról, hogy betegek vagyunk, hogy ne kelljen belássuk azt, hogy letértünk az élet útjáról, hogy eltávolodtunk az élet útjától, hogy elvétettük a célt, bűnben élünk, inkább tömjük magunkat a vitaminokkal, az aloe verával, meg különböző bioszerekkel, ugye, műszerekkel. Hogy ne kelljen belássuk azt, hogy tévedtünk, eltávolodtunk az élettől, és így meg sem gyógyulhatunk, így meg sem láthatjuk jóformán, hogy ki volt Jézus valójában. Mert egy olyan ember, aki nem akarja belátni, hogy elvétette a célt, hogy az élettől eltávolodott, nincs ahogy megigazuljon, nincs ahogy megtisztuljon. A legelső lépés mindig az, hogy belátom, fáj a hátam, fáj a kicsi lábujjam. Békétlen vagyok, szomorú vagyok, beláttam. És amikor beláttam, akkor fohászkodom gyermeki alázattal, leborulok a világ teremtője, az élet szerzője előtt. Azt mondom, atyám, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És Isten, az irgalom Istene is meg is tisztít a Krisztus vér által, az ő beszéde által, amit, hogyha megértünk, beveszünk, tisztákká leszünk nyilvánítva, megtelünk élettel, megelevenedünk, a testünk megelevenedik, és a lelkünk úgy szintén. Jézus meggyógyítja a százados szolgáját. Mikor pedig bemén Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá kérvén őt, és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutajtötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondanék Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, én nem vagyok méltó, hogy az én hajlikomba jöjj. Nem akarom pazarolni a te idődet, a te drága idődet. Nem vagyok arra méltó, hogy te egyre odáig, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek. És mondom egyiknek, eredj el, és elmegy. És a másiknak, jössz te, és eljő. És az én szolgámnak, tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mond az őt követőknek, bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet, de mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. És mondta Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Drága barátaim, csak egy szóra volt szükség. Kitől? Az élet teremtőinek, a tiszta, egyszülött fiától, aki az élet szavát szólta
kijelentette. A százados ugyanúgy, mint a bélpoklos. Meglátta Jézusban az igazságot, és tudta, hogy ő meggyógyíthatja. Tudta, hogy elég, hogyha egy szót szól, mert hogyha egy szót szól a vitézeinek, ők megcselekszik azt, mert hatalmasság alá vannak vetve. Jézus is hatalmasság alá volt vetve, úgy mond. Az ő fölötte lévő hatalmasság a világ teremtője volt, az élet szerzője. És annak szavát képviselte ő. És ezért megadatott neki minden hatalom. Ezért, hogyha ő mondott valamit, az beteljesedett, mert ő a hatalomból szólt, abból a hatalomból, amely létrehozta az életet a földön. Tudta, hogy elég neki egy szót szólnia. Sokszor csak ennyire lenne szükség, és a legdurvább betegség eltűnne, elmúlna az életünkből. Mi meg elmegyünk Dél-Amerikáig, Kelet-Európából, Alaszkáig, meg különböző helyekre, hogy megszerezzük a csodaszert, a varázsszert, ami sokszor sajnos meg is gyógyít egy fél évre, egy évre, és elhiteti velünk, hogy teljesen meggyógyultunk, utána meg temetés. Holott csak egy szóra lett volna szükség, egy szóra, az igére, a logoszra, az életnek a szavára, és meggyógyultunk volna, de nekünk nem kellett a szó, nem kell Istennek a kijelentése, az evangélium. Mi másképp akarunk meggyógyulni, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit akarunk, hogy a saját fejünk szerint éljük az életünket. És csodálkozunk azon, hogy meggyengülünk, megöregszünk, megbetegszünk, és kimulunk a világból. A százados története egyértelműen megmutatja azt, hogy nem éppen úgy van, mint ahogy mondják azt a vallásos keresztények, hogy aki nem hallott Jézustól, vagy aki nem olvasta a Bibliát, az nem fog üdvözülni. Nem, tehát vannak napkeleten és napnyugaton olyan személyek, most is, akik nem hallottak a Bibliáról. Jézusnak a nevét sem hallották, viszont olyan jellemük van, mint a századosnak. Van egy olyan bizalmuk és hitük a gondviselő Istenben, mint Ábrahámnak, amilyen volt. Tudták, hogy az élet sokkal többről szól, mint amit a televízióban mutatnak. És az ilyen emberek megtartatnak. Az ilyen emberek a szívük legmélyén keresik az igazságot, próbálnak azt szerint élni, mert Isten már eleve a lelkiismeretet azért adta az embernek, hogy azt használja, hogy az megtartsa őt a nehéz időkben. És az ilyen emberek megtartatnak. Nyilván, hogyha egy ilyen ember, mint a római százados, vagy egy, mit tudom, egy malajziai halász, tegyük fel, aki nem hallott Jézusról, de tiszta a jelleme, és az ő jellemével az Isten országa felé tart már most is, ha netán találkozik Jézussal az úton, az evangéliummal, nem fog bennem megütközni, örömmel fogja fogadni, mint ahogy a római százados fogadta. Nem biztos, hogy fog találkozni az evangéliummal. Lehet, hogy senki nem fogja neki elmondani, de ő egész életében úgy élt, már eleve ő élte az evangéliumot. Minek köszönhetően? Egyrészt a lelkiismeretének köszönhetően, a családi örökségének köszönhetően, olyan szülőknél nőtt fel, és úgy élt az életét, hogy időskorában szépen megboldogult, mint a régi öregek itt nálunk is, Székelyföldön. És meglátta Isten országát. Itt is Jézus ugye felhívja a figyelmet, hogy
hogy az ország, az országnak a lakósai kivetettnek a külső sötétségre. Persze nem mindenki. Ők ott volt a szemük előtt az ige, ott volt a szent kijelentés, és mégsem tartották azt be. Nem akarták azt megismerni, magukévá tenni, beoltani a szívükbe, hogy éhessenek általa, hanem inkább filozófáltak, inkább okoskodtak, inkább arra használták az élet igéjét, hogy hatalmaskodjanak mások fölött, mint ahogy ma is teszik. Azt mondja az ilyenekről, hogy az ilyenek kivettetnek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Igazából itt megint talán érdemes hangsúlyozni azt, hogy nem arról van szó, hogy Isten egy gonosz büntető, a büntetésben örömét lelő entitás, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy azok a személyek, akik nem éhezik és szomjozzák az igazságot, akik eltávolodnak az élet igéjétől, elmennek a másik irányba. Nyilván mi van a másik irányba? Mi van az élettel ellentétes irányban, drága barátaim? Meggyengülés, betegség, halál, elmúlás, a léleknek a megromlása, a lélek megkárosodása, a léleknek az elkárhozása. Tehát az ember választja azt, hogy ő a saját feje után megy, embereket követ, embereket másol, az előjárókat követi, azokat szerokszolja, másolja, és ugyanabba a szakadékba fog beleesni, mint ők, mint a földi előjárók. Nem hiába mondta Jeremiás, hogy átkozott az, aki embereket követ. Ez történik ma is a keresztény, hindu, buddhista, mindenféle vallásosságban, kivétel nélkül. Embereket követnek, és nem akarják megismerni azt a lelket, amely Jézust feltámasztotta a halálból. Jézus meggyógyítja Péter napát és más betegeket. És bemenvén Jézus a Péter házába látta, hogy annak napa, anyósa, fekszik és lázas, és illeti annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkele, és szolgál a nékik. Amikor az életnek az igéje, az életnek a szava bement a betegség házába, a sötétség házába, bevitte a világosságot, megérintette, és neki nem volt helye, elveszítette a hatalmát a betegség fölötte, Péter anyósa fölött. Ez is ugye bizonyíték annak, hogy ő valóban az életnek a tervrajzát, az élet igéjét hordozta magában, magával. Bármerre járt, az erőtlenek, a betegek megelevenedtek, mert hallották, érezték az ő jelenlétét, az ő tiszta jelenlétét, és megtisztultak általa. Ittak az élet vizéből azáltal, hogy hallgatták az ő beszédeit, és megelevenedtek tőle. A lelkük új életre kapott, megújult, és megkívánta a mennyek országát, és elindult feléje. Az est beáltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzi a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ézsajás prófita mondott, így szólván. Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Elvette, lefegyverezte a betegség mögött lévő szellemiséget, a betegség forrását, kiírtotta az emberek elméjéből, az emberek szívéből, és ők megelevenedtek általa, megteltek élettel általa. Jézus két tanítványt útba igazít. Hát ez egy enyhe kifejezés, de mindegy. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra, és hozzá menvén egy írástudó mondanéki: Mester, követlek téged akárhová mégy, és mondanéki Jézus: a rókáknak vagyon barlangjog, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtani. Nem hiába mondatik az, hogy egy írástudó ment oda Jézushoz.
akarta őt követni, és Jézus lebeszélte őt. Azt mondja, hogy te ne haragudjál, a rókáknak van barlangjuk, az ég madaraknak fészkük, de az embernek fiának nincs hova fejét lehajtani. Tudomására hozta, hogy nem alkalmas ő arra, hogy kövesse őt. Írástudó, ugye? Tele van tudománnyal az ő feje. Feltehetőleg ő nem állt készen arra, hogy ő meghalljon, hogy kivesse a szemétbe minden tudományát, az emberektől szerzett tudományokat, hogy meghalljon annak mindennek, amit ő gondolt magáról, amit ő képzelt magáról, aminek őt felavatták, feldiplomázták, felikestették az emberek emberi kincsekkel. És az ilyen embernek nagyon nehéz meglátni Isten országát, nagyon nehéz meglátni Jézusban egyáltalán Isten országát. Mert tele van a fejük filozófiákkal, betűvel, emberi tudományokkal, amelyek, mint kemény, vastag és magas kőfalak, ékelődnek be Isten világossága és közéjük. Ezért mondta Jézus, hogy áldalak téged, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket, az én beszédeimet, az igazi értést, az okosok és az értelmesek elől, és a kisdereknek megjelentettet, a kicsinyeknek, a gyermeki lelkűeknek, drága barátai, nem az írástudóknak, akik ragaszkodtak a titulusokhoz, az elismeréshez, a lájkokhoz. Ők nem tudták megismerni, mert ők már elvették jutalmukat, ők már fel voltak ruházva földi, emberi tudományokkal, amelyeket nem tudtak volna ők elengedni. Ez az ige rész nem azt jelenti, hogy egyetlen írástudó sem láthatja meg Isten országát, mint ahogy a gazdag ifjú példája sem jelenti azt, hogy egyetlen gazdag ember sem láthatja meg Isten országát. Ezek a példák azt jelentik, arra utalnak, hogy a gazdagnak, aki földi kincsekkel rendelkezik, és folyton arra fordítja az ő figyelmét, nehéz meglátni. Nagyon picikezes él meglássa Isten országát, mert nem akarja észrevenni, hogy az igazi gazdagság az ő gazdagságán messze túlmutat. Messze túlmutat. Ugyanez a helyzet az írástudókkal. Nem akarják észrevenni, hogy az igazi tudomány, az élet tudománya messze túlmutat azon, amit ők tudománynak hittek, amit ők megszereztek, bemagoltak az iskolákban. És főképp, aki nagyon nehezen szerzi meg a tudományát, a tekintélyét, az okleveleit, az iskoláit, a diplomáit, a pénzét, a vagyonát, aki nehezen szerzi azt meg, nem képes elengedni, nem képes felfogni azt, hogy az élet tudománya, az életnek az ajándéka ingyen van, teljesen ingyen a gyermeknek. A gyermeki lelkületű, alázatos szívű, szelíd embereknek, akik úgy fordulnak Jézushoz, az ő kijelentéséhez, mintha senki más nem létezne a világon. Erről már korábban is beszéltünk, hogy mit jelent az, hogy senki más nem létezik a világon. Ugye nagyon röviden mondom csak, azt jelenti, hogy konkrétan senki más nincs a világon, nem létezik a világon, csak ő. És azok a személyek, akik benne meglátták az igazságot, akik megteltek az ő igazságával. Miért mondom ezt? Azért, mert mindenki más, 10 évesen, 20 évesen, 50 évesen, 80 évesen meghal, menj bele a földbe. Annélkül, hogy a lelke megújult volna, felfrissült volna, annélkül, hogy a lelke életet kapott volna, örök életet. Tehát valójában senki nem létezik ezen a világon, mert mindenkinek az élete mulandó, hamar tovaröppen, és nem mindenki élete örökkévaló. Nem mindenki fogja meglátni azt az örökkévalóságot, amelyet Jézus mennyek országának nevezett. Ezért nyugodtan, és ő volt az, aki az önként vállalt halálával ő megmutatta, bizonságot tett arról, hogy neki hatalma van a halál fölött. Ő legyőzte a halált,
ő bemutatta, hogy az az ige, amit ő mondott, az élet szerzőitől van. És ahhoz, hogy valaki éljen, fontos azt az igét ismerje, bevegye az ő szívébe, és azt szerint éljen. Mert aki ezt nem teszi, aki nem kíváncsi az életnek a tervrajzára, hogyan is élhetne, drága barátaim, egyszerű emberi logika szerint is. Egy másik pedig az ő tanítványa közül mondané ki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig mondané ki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék az ő halottaikat. Most, amikor te hallod az életnek az igéjét, ragadd meg az alkalmat, és gyerek, kövessél engemet. Mert életre viszlek, nem akármilyen életre, örök életre hívlak téged. Engedd, hogy akik szellemben halottak, meg vannak halva, akiket nem is érdekel az igazság igéje, temetgessék egymást. Mert őköt nem érdekli az élet. Neked van fontosabb dolgod annál, mint hogy elmenjél minden temetésre, minden hagyomány szerinti ünnepségre, minden családi programra. Én most az élet igéjét adom neked, lehelem a te szívedbe, hogy élhess általa, és hogy te is utat tudjál mutatni másoknak általa. Ne halogasd, most, hogyha halljátok az igét, a hívó, Istennek a hívó szavát, ne mondjátok azt, hogy nektek most éppen más dolgotok van. El kell menjél temetésre, meg gyomlálni, meg mit tudom én, házat építeni, meg a házat restaurálni, meg új házat vásárolni. Ne foglalkozzatok vele, mert az életet szalasztjátok el. Most gyertek, a halottak, akik szellemileg halottak, akik nem ismerik az igét, és nem is kíváncsiak rá, ők alkalmasak arra, hogy eltemessék egymást. Nincs szükségük arra, hogy te is részt vegyél a temetésen. Majd, ha megteheted az életnek az igéjével, Istennek a lelkével, akkor elmész akár egy ilyen temetésre is, és ott is meg fogod mutatni, hogy nem muszáj, nem kötelező mindenkinek meghalni ilyen módon, hogy a lelket is beviszi a sírba, a sírgödörbe. A lelket is. Megrontja, tönkreteszi a lelket, és beviszi a sírgödörbe. És elveszíti a lélek a lehetőséget arra, hogy megtapasztalja, meglássa azt, amit Jézus úgy nevez, hogy Isten országa. Jézus lecsendesíti a háborgó tengert, és mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai, és imi nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok. Ő pedig aluszik vala, és az ő tanítványai hozzá menvén felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondanékik: Mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki? Tudni kell, hogy minden történet a Bibliában hatalmas jelentőséggel, jelentéssel bír, hatalmas tanítással bír, Jézus minden szava hatalmas tanítással bír. Nem csupán a csoda történt meg, hanem minden csoda mellett és fölött, mögött volt egy hatalmas tanítás. Itt is én most nem kételkedek abban, hogy Jézus, aki az élet szerzőinek a tökéletes és tiszta megjelenítője volt, nem volt képes arra, hogy parancsoljon a tengernek, hogy a hullámai elcsendesedjenek. De miről van itt szó valójában? Mi az, amit meg kell érteni? Mert a legtöbb ember sajnos a mai világban, főképp a csodahajház, a szenzációhajház emberek nem akarnak a csodák mögé nézni, meglátni, hogy annak mi az értelme, mi a jelentése. Mert Jézus nem akart minket elbűvölni, elkápráztatni, hanem fel akart minket nevelni, meg akart tölteni az igével, az élet értelmével. Ő ezt akarta, nem akart minket elkápráztatni. Mindennek van egy nagyon fontos jelentése. És mikor a hajóra szállt vala, követék őt a tanítványai, és imé
hajóra szállt, amikor felszállt ő ugye a Istennek a megtartó beszédére, azon volt, követték őt a tanítványai, ők is bevették Istennek a beszédeit, Istennek a kijelentéseit, kezdtek megtelni vele. És imé nagy háborgás lőn a tengeren, a népek tengerén, ugye, a földhöz ragadt emberek fellázadtak, elkezdték bombázni ezeket a személyeket az ő félelmeikkel, az ő kétségeikkel, a megfélemlítéssel, elmarasztalással, a gúnyolódással. A tenger felháborodott, nem akarta elfogadni, hogy néhány ember úgy döntött, hogy kijön a tengerből, a népek tengeréből, a tömegszellemből, a tömeggondolkodásból. Nem akarták ezt elfogadni, ezért a tenger felháborodott, elkezdett háborogni. Kezdte őket zsarolni lelkileg, megfélemlíteni. Ez történik általában minden családban, szinte minden családban, amikor egy gyermek vagy egy valaki Krisztushoz fordul teljes lényével. A tenger feltámad, a családnak a tengere feltámad, elkezdi őt zsarolni, megfélemlíteni, megpróbálja őt lebeszélni arról, hogy kijöjjön a tengerből, a népek tengeréből, a tömegszellemből, a tömeggondolkodásból. Erről próbál meggyőzni mindenkit, a saját családja, a legközelebbi emberek. Jézus ezt mondta, ez fog történni. Amikor te ki akarsz jönni a tengerből, akkor a tenger felháborodik, ugye? Mérges lesz, elkezd hullámozni, tajtézani, próbál megfélemlíteni, megzsarolni, kigúgyolni, kiröhögni, kinevetni, akár még fizikailag is bántalmazni, hogy maradjál benne a tengerben, te is halljál meg. Engedd, hogy a tenger örvényei, a tömegszellem örvényei levigyenek téged a mélybe, a seolba, a pokolba. Ez történik, drága barátaim, ki kell mondani? Minden tanításnak, minden jelenetnek a Bibliában óriási jelentése van. Sokkal több, mint a legtöbb ember gondolnám. És aki nem tud gyermeki szívvel Krisztushoz fordulni az ő kijelentései, az nem fogja megérteni. Akit Istennek a lelke nem segít, hogy megértse, mert nem tiszta az ő szíve, az ő motivációja, nem fogja megérteni, hogy milyen óriási tanítás van egy-egy ilyen történetben, egy-egy ilyen csodában, beszédben. Tanítványok féltek, ugye, mert a tömeg, ugye, a tenger feltámadt, és elkezdett ott a rengeni, feltámadt a tenger, ugye, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokor, az álboz is vitorla, megtörve, tépve lók, ugye. A tömeg szellem felháborodott, Jézus pedig aludt, hát, persze, hogy ő aludt, tehát ő telve volt Isten kegyelmével, az ő jelenlétével, ő neki nem volt félni valója, mert ő bízott az édes apában, az édes atyában, aki őt megteremtette. Ő aludt, ő pihent egyszerűen. És az ő tanítványai hozzámenvén felkölték őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk, és mondanékik. Mit féltek, ó kicsiny hitűek? Miért nem arra figyeltek, amit én mondtam nektek, amit én mutattam nektek? Ekkor fölkelvén megdolgálá a szeleket, ugye az emberek kétségeit, az emberek filozófáit megdolgálá, kijelentette rájuk az igazságot, az örökkévaló igét. Megdolgálta a tengert, a népek tengerének a félelmeit, az okoskodásait. Rájuk is kijelentette az igazságot. A szájából kijövő kart által oda csapott, ugye? Mi a szájából kijövő kart? Istennek a kijelentései, az igazság, a teremtő ige. És azzal legyőzte ő a tengert, ugye? Elcsendesítette a tengert. Megdorgálta a szeleket. És megmutatta számukra azt, hogy hé, lassan a testtel. Mert hazugságban vagytok, és a halálba mentek, hogyha még tovább erőlködtök. Mert ez az igazság az örök élet, az örök megújulás. A mennyek ország az igazság. Én a mennyek országából szóltam nektek, nem a filozófusok és az írásodok könyveiből, a mennyek országából, a Teremtő Istennek a könyvtárából szóltam hozzátok. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki. Hát nincs, tehát
megmondatott, hogy minden tér meghajol előtte, az égen, a földön és a föld alatt egyaránt, mert ő az ige, a testélet ige, belőle lett az élet maga, ugye, az élet maga belőle lett, és nyilván a fazekasnak van hatalma a fazekat ugye újraformálni, széttörni, újra felmelegíteni, felolvasztani, és újraformálni. A fazéknak engedelmeskednie kell a fazekas mesternek. Jézus meggyógyít két ördöngőst. És amikor eljutott vala a túlsó partra, a gadarénusok tartományába két ördöngős ment eléje. A sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton, mindenki fél tőlük. És imé kiáltának mondván, mi közünk te veled, Jézus, Istennek a fia, egyből felismerték őt, a hatalmas hazugság egyből felismeri a szentet, meglátja, hogy akkora távolság közöttük, hogy egyből látja, hogy ő az ige, ő buktatja majd őt le, ő veszi az ő erejét. Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötör minket? Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala, az ördögök pedig kérik vala őt, mondván, ha kiűzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk. És mondta nékik, menjetek, azok pedig kimenvén menének a disznónyájba, és imé az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben. A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba, hírré adának mindent, azokat is, amik az ördöngősökkel történtek vala. És imé az egész város kimine Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból. Felhívom a figyelmet arra, hogy maga Károly Gáspár, akinek köszönhetően a magyar embernek van Bibliája, mert ugye a hatalom nem akarta, hogy a Bibliát lefordítsák, tehát Károly Gáspár az életét kockázhatva, lopva kellett nekifogjon a Biblia fordításának, hogy a magyar ember elolvashassa Istennek az igéjét, tudomást szerezhessen arról, hogy az ember mekkora ajándékot kapott a Teremtő Istentől, milyen nagy lehetőséget kapott a szabadulásra. Károly Gáspár is felhívja a figyelmet arra, hogy mivel ő is ember, bármilyen jó szándékú ember, elképzelhető, hogy vannak tévedések a fordításban, és megkért bennünket arra, hogyha netán tévedéseket látunk a fordításban, vagy valami hibát, azt ne tulajdonítsuk az ő vakmerőségének, az ő gonoszságának, hanem inkább az ő balgaságának. Ez a disznónyájas példa, itt nagyon sokan ugye nem akarják megérteni, nem értik, elmaradnak a misztikában, hogy nem tudom hány szellem volt azokban az emberekben, kiűzte őket, kergetőztek ott velük a tengerparton. Ilyen misztikusan értelmezik, belementek a szellemek a disznókba, és a disznók bele a tengerbe, szó szerint veszik, nem akarják megérteni, hogy mi a lényege ennek a példának is. Akit érdekel, ajánlom figyelmébe George M. Lamza munkásságát, aki tanulmányt írt arról, hogy mit jelentettek akkoriban, ugye, mire mondták azt, hogy sátán, mire mondták azt, hogy ördöngős, és így tovább, és így tovább. Körülbelül itt mi történhetett? Nem azt mondom, hogy ezt mindenki higgye el, mindenki fogadja azt, amit mondok, mindenki gondolkozzon el rajta, imádkozzon alázattal, olvassa az evangéliumot, és fog kapni személyesen kijelentéseket erre vonatkozóan. De viszont fontos tudni azt, hogy Jézus átment ugye a gadarénusok tartományába, a pogányok tartományába, az istentelenek tartományába. Ott volt két ördöngős, ugye, megszállott ember, holdkoros ember, sírboltokban lakott. Ez mit jelentett? Azt jelentette, hogy az életnek az igéje annyira meg el volt torzulva ő bennük, hogy ők ugye azt csináltak, amit akartak, tehát teljesen ugye ijesztegették a környéken élőket, az egyszerű jelenlétükkel is,
tele voltak hazugságokkal, tele voltak gonoszsággal, és azt ők ki is fejezték, ki is nyilvánították, és azzal megijesztették az embereket. Amikor Jézus odament, akkor ők meglátták, Jézus feltétlenül elkezdte hirdetni az igét, kijelenteni az igét a szájából kijövő éles karddal, ugye? A szájából kijövő éles kard, Istennek az igéje. És ugye, amikor egy sötét szobában gyertyát gyújtunk, a sötétség elveszíti az erejét, és elkezdünk látni. Körülbelül ez történt ott is. Ezek meglátták, hogy te igazad beszél, óriási erővel és hatalommal mondja az igazságot. A bennük lévő hamisság, gonoszság, hazugságok elveszítették az erejüket, szabaddá váltak. Tudjuk jól, hogy a zsidók nem ettek disznóhúst. A disznó általában a Bibliában, sőt nem általában, hanem mindig a Bibliában a tisztátalant jelképezte. A tisztátalannak volt a jelképe, ugye? A mindenevésnek volt a jelképe. Amikor az ember mindenhez fordul, gyóslásokhoz, varázslásokhoz, jelolvasáshoz, asztrológiához, mesékhez, reinkarnációhoz, mindenhez ugye hozzáfordul, mindenből csipeget kedve szerint, mindent össze-vissza eszik, és utána csodálkozik azon, hogy múlik ki a világból. Mert a benne lévő ige, az élet igéje megromlott, megrontatott, fel van hígítva nagyon sok hazugsággal. Amikor ez a két holdkoros megszabadult, Jézus ugye könyörületes volt, megszabadította őket, tisztán megtisztította őket, a bennük lévő tisztátalan szellemiséget kiűzte, mivel űzte ki? Az igazsággal, az igazság kijelentésével. Elmondta nekik, hogy ti mostantól fogva ti is szabadok lehettek. Elmondta nekik az élet igéjét, szabaddá váltak. És amikor ők szabaddá váltak, és meglátták, hogy ők kivé lettek, ugye? Mert az ember akkor látja meg, hogy ki ő valójában, amikor találkozik az igazsággal. Én is, amikor találkoztam Krisztussal, akkor megláttam, hogy ki vagyok én valójában. Láttam a gonoszságaimat, a rossz szokásaimat, mindent. És ők is, amikor találkoztak az igazsággal, és elfogadták azt, megbánták, megtagadták a múltjukat. Mi volt az ő múltjuk? A disznóevés, amit a zsidók nem csináltak, ugye? Tehát meg volt tiltva, ők nem ehettek disznót. Főképp azon a vidéken, ugye nem volt ilyen disznó szalonna, meg mit tudom, ilyen fogyasztás. És disznó mindig a tisztátalanságnak a jelképe volt, és ezért ők, miután megszabadultak, megtagadták a múltjukat, és jelképesen úgymond beleűzték a disznókat, a disznónyájt belekergették a tengerbe. A disznónyáj az nyugodtan lehetett a bennük lévő tisztátalanság, a bennük lévő hazugságok, misztikus mesék, ugye, ami az életüket teljesen megrontotta. Azok a disznók, ugye, azt beleűzték a tengerbe, mibe? A népek tengerébe, vissza a tömegszellembe, beleűzték a tengerbe. Tehát nem ragaszkodom hozzá, hogy valaki ezt így értelmezze, gondolkozzon, imádkozzon, és meg fogja érteni, milyennek a jelentése. Teljesen biztos. Az biztos, hogy a gadarénusok megszabadultak, szabad emberekké váltak, megtagadták a múltjukat. Ők többé nem ettek disznót. Amikor az ember megtért, többé nem evett disznót. Amikor Isten követő emberi vált, Isten gyermekévé vált, ragaszkodott hozzá, hogy ő megtartsa az ő kijelentéseit, mert tudta, abban élet van, megtagadta a múltját. Tehát egy óriási változás történt az életükben, és ezt a változást meglátták a település lakói is, és arra kérték Jézust, hogy távozzék az ő határokból, miért? Azért, mert ők ragaszkodtak az ő szokásaikhoz, a néphagyományokhoz, a varázslásokhoz, a szellemidézéshez, a halottidézéshez, a jóslásokhoz, a jelolvasásokhoz. És látták azt, hogy ha Jézus bemegy abba a városba, ott minden fa le fog hullani, az ő egész birodalmuk meg fog semmisülni. Mert a két leggonoszabb ember, a két leginkább megtévesztett ember megtisztult, tisztává vált, mint a bélpoklós, ugye?
megtisztult az ige által, és azt mondták, hogy ide nekünk ez nem kell. Mi ragaszkodunk a meséinkhez, a bálványainkhoz, a szobrainkhoz, úgyhogy megkérték szépen, hogy fáradjon ki az ő városukból, mert nekik nincsen szükségük az igazságra, arra az igazságra, amely megszabadította a két gadarénust. Körülbelül ez történhetett. Mert ugye a gadarénusok miután megtisztultak, jelképesen ugye az ő régi tulajdonságaikat, a régi jellemvonásaikat, a hazugságaikat benne hagyták a tengerbe. Itt zárójelben csak elmondom azt is, hogy ha valaki bemerítkezik, mint ahogy beszéltünk az első fejezetekben a bemerítkezésről, ami azt jelentette, hogy az ember bemegy a vízbe, ugye tengerbe akár, vagy bárhova, akkor ő a tengerben hagyja az ő régi életét, az ő gonoszságait, a hazugságait. Kijön a tengerből, mint új ember. Ez a két gadarénus is a tengerben hagyta, a múltban hagyta az ő rossz tulajdonságaikat, amelyek megkötözték őket, amelyek fogva tartották, rabul ejtették őket, és amelyek elhatalmasodtak az ő életük felett. Tehát vannak jelképek a Bibliában, olyan is van, hogy egy ugyanazon jelképnek valamikor pozitív értelme van, valamikor negatív értelme van. A tenger általában, ugye, mint a magyar költészetben is, a népek tengerét jelképezi, a tömeget jelképezi, a tömeg szellemet jelképezi, és abba űzték bele a gadarénusok a mindenevés szellemiségét, vissza a tengerbe, a disznókot beleűzték a tengerbe, ugye, megtagadták a múltjukat. Őszintén bizony abban, hogy valaki megértette a lényeget, és megkívánta Istennek az igéjét. Érez egy olyan kiszedés, hogy ezt olvassa ő is, hogy forduljon Istenhez, hogy értse meg, legyen szabad általa. Hogy remélem, hogy valaki belátta, hogy beteg, be tudta látni, hogy ő beteg, és nem csak fizikailag, hanem akár szellemileg, és szüksége van az igazi eledelre, az igazi kenyérre, a mindennapi kenyérre, amely kijelentetik az Isten gyermekének, aki Isten gyermekévé válik, ugye? Lélek által, nap mint nap, ez a mindennapi kenyér. Hamarosan folytatjuk a 9. fejezettel. Isten áldjon, sziasztok!